De változtathatsz. Tempót torzíthatsz, vagy létrehozhatsz vízhangot. Például a vízhangot most megmutatom. A vízhangnál oda kell figyelni arra, hogyha például erre a szakaszra én egy vízhangot szeretnék tenni itt a végére, meg is szűnt az iskola. Tehát ezt vízhangosítani szeretném, akkor kell, hogy legyen helye, ahol valójában vízhangozni tud. Tehát sokkal nagyobb szakaszt kell kijelölni, mint amiből vízhangot szeretnél. Ezért én most ide, a végére csinálok egy még egyszer ugyanannyi üres hanganyagot. Ez másolásra is megtehetném, de a legegyszerűbb, ha előállítok egy csendet. A kijelölt szakaszra állított elő csendet, és most a kettőből, a két hanganyagból kijelöltem mind a kettőt, így né. És akkor a szerkesztés menü hang határok levágásánál van ilyen, hogy egyesítés. És akkor a kettőből már is egy hanganyag lett, és most, hogyha kijelölök egy ilyen jó nagy szakaszt, és azt mondom, hogy hatás visszhang, egy másodperc múlva kezdődik majd a hang, legyen ez egy kicsit kisebb, tehát ahol kezdődik a visszhang, az 0,5 legyen, és az ismétlés faktor, az pedig maradjon így, ahogy van, 0,5. Most megnézzük az előnézetet. Meg is szűnt az iskola. Voilà. Ez teljesen jól sikerült. Oké. Okay. Voilà. Itt van az új vége. Meg is szűnt az iskola. Természetesen a zenénk így rövidebb lett. Buta voltam, hogy már az elején levágtam, elég a végén levágni. További jó munkát, jó szórakozást!